A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a Világpanoráma kedves nézőit Cambridge Southtontól Budapestig, Hévisztől Edmontonig, és sok szeretettel köszöntöm mai kedves vendégemet, Hossó Andrea közgazdást. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát Andrea, nem mind arany, ami fénylik, és főleg nem mind arany tartalék, ami fénylik. Több ország is keresi elveszett, eltűnt, ellopott arany készletét, igaz? Így van, így van. Valóságos aranyláz indult meg az egész világon, az Európai Unióban különösen, ahogy országok repatriálják a saját aranykészletüket. A feltörekvő országok pedig vadul vásárolják az aranyat, tehát nem elégszenek meg azzal, ami van. De akkor hagy hívjam fel a figyelmet arra, amit a kedves nézők nyilván tudnak, hogy Svájcban népszavazást tartottak három témában, amelynek egyike az arany volt. Az egyik svájci képviselő kezdeményezte a népszavazást, 100 000 aláírás összegyűjtésével meg kell tartani a népszavazást Svájcban, tehát ha valaki 100 000 aláírást összegyűjt, akkor kötelező megtartani a népszavazást, és nem lehet különböző politikai okokra hivatkozva ezt meghiúsítani, és a három kérdés közül az egyik az aranyra vonatkozott. Az arany népszavazás arról szólt, hogy kívánja a svájci nép, hogy egy, Svájc hazahozza a fizikai aranytartalékát Amerikából és más országokból, ahol ezt most tartja. Törvénybe alkossák-e azt, hogy Svájc nem adhat el több aranyat, és hogy a mindenkori svájci tartaléknak legalább 20%-át aranyban kell tartani. Ez volt a népszavazási kérdés, hatalmas propaganda háború előzte meg, végül is leszavazták ezt a javaslatot, nem fogadta el a svájci nép ezt a három javaslatot. Állítólag ez sem volt egészen egyenlő erejű kampány, az egész politikai osztály ellene volt, a Svájci Nemzeti Bank ellene volt, és a külföld masszívan ellene volt. Tehát olvastam olyat, hogy nem kaptak elég sajtófelületet, hogy nem tudták kifejteni a kezdeményezők a véleményüket, megfélemlítették a közvéleményt, hogy mi lesz a svájci gazdasággal, ha ez megtörténik. A svájci embereknek nem érdekük, hogy a saját aranyuk ott van legyen? Érdekük, de különböző gazdasági okokat hoztak fel, hogy majd akkor a Nemzeti Bank nem fogja tudni a pénzpolitikáját megfelelő rugalmassággal folytatni, és akkor a legfőbb indokuk az volt, hogy nem fogják tudni tartani azt a plafont, amivel a frankot hozzákötötték az euróhoz. Majd erről rögtön fogok beszélni. Hát hiszen a svájci frank az aranyértékű, annyira az aranyértékű, stabil, és valamikor... ugye lásd a mi deviza hiteles kálváriánkat. Pontosan. Na most ez nagyon-nagyon érdekes népszavazás volt, és nem csak Svájc miatt. Tehát ez olyan, mint a skót népszavazás volt valamikor szeptemberben, erről beszélgettünk is. Nem csak az volt a skót népszavazás jelentősége, hogy mi lesz Skóciával, hanem sokkal nagyobb nemzetközi jelentősége volt. Tudnilik, valaki egyszer felállt és azt mondta, hogy el akarok szakadni. Nem muszáj benne lennem ebben a kötelékben, és ez vonatkozik természetesen olyan országokra, amelyek különböző népcsoportokból vannak összerakva, akár egy román államra is vonatkozhat, ezért is volt ez olyan ijesztő, vagy vonatkozhat az Európai Unióra is, igaz? Mert hiszen ha egy országból el lehet szakadni, akkor egy unióból is el lehet szakadni, tehát ennek az eseménynek óriási jelentősége volt. Most ez a svájci arany népszavazás, ez legalább ilyen jelentőségű volt a pénzügyi életet illetően. Mert ha megszavazták volna, akkor nem csak Svájc monetáris politikáját változtatta volna meg gyökeresen, hanem felszínre hozta volna, mint ahogy felszínre is hozta a jelenlegi pénzügyi felállás recsegő, ropogó állapotát, tudnélik, eresztékeiben inog ez az egész építmény, amit tulajdonképpen a 70-es évek óta látunk felépülni a pénzügyi élet területén. Na most miért van ez így? Nagyon-nagyon röviden, hogyha végignézünk a pénztörténeten, és nem tudunk most végigmenni rajta, a pénz egészen az 1970-es évekig mindig valahogyan aranyhoz, ezüsthöz, nemesfémhez volt kötve. Yeah. Tehát a háború után is a Bretton Woods-i rendszer is, amit létrehoztak, arany alapú fizetőeszközt alkalmazott. Na most a nemzetközi tartalékvaluta a dollár lett, de a dollár is hozzá volt kötve az aranyhoz, 35 dollár per uncia áron. És a Federal Reserve, az amerikai jegybank vállalta, hogy
ezen az áron, ha valaki dollárt mutat be neki, akkor fizikai aranyat kaphat érte. Most 1971-ben az amerikai kormány ezt a megállapodást felmondta. Nem magától, persze. Nem magától, de a gazdasági körülmények rákényszerítették, nem tudták már tartani ezt az aranyfedezetet a dollár mögött. Ettől függetlenül a dollár maradt a világ tartalékvalutája, és a mai napig az, ha bár nagyon sokan támadják már az ő tartalékvaluta státuszát. Viszont a 70-es évek óta ennek az aranyfedezetű pénzügyi rendszernek a megszűnésével fedezet nélküli papírpénzrendszerben élünk, hát ezt valamennyien tudjuk. Tehát az országnak a valutája mögött nem meghatározott mennyiségű nemes fém áll, legyen az arany vagy bármi más, hanem egész egyszerűen az ország gazdasági teljesítő képessége. Ez az elv valójában a bizalom áll mögötte. Tehát amíg az emberek elhiszik, hogy ez a pénz ennyit ér, addig működik ez a pénzügyi rendszer. Az USA például többet fogyaszt, mint amennyit megtermel. És ugye ilyen fedezetlen bankokkal, amiket kibocsátanak, vagy nem, mert ma már ugye csak képernyőn léteznek a pénzek is szinte, azokkal tömködik be ugye a költségvetési hiányt és azt a rettenetes államadóságot, ami meghaladja a gazdasági teljesítményét. Ez így van. De ő termelhet, gyárthat pénzt. Mi ezt se tehetjük meg? Mi nem tehetjük, de ő teheti, és neki hihetetlen hasznot hoz az, hogy a dollár a nemzetközi tartalékvaluta. Hiszen akkor mindenkinek szüksége van dollárra. Az sem véletlen, hogy pontosan az ő kezdeményezésükre minden olaj elszámolás dollárban történik. Ezért van aztán az, hogy nagyon sok ország úgy döntött, főleg Kína, de mások is, hogy elég volt ebből a USA dollár uralomból. Most már a kínaiak például azt szeretnék, hogyha az ő pénzük a yuan lenne a nemzetközi tartalékvaluta, vagy legalábbis versenyezik. A világgazdasági uralmat. Az elmúlt hetekben jött a hír, hogy Kína most már hivatalosan is megelőzi az Egyesült Államokat a gazdasági teljesítmény bizonyos területén. Bizonyos területein, de nagyon agresszíven törekszik arra, hogy a saját pénzét elfogadtassa nemzetközi fizetőeszközként. Tehát például arannyal kapcsolatban szeptemberben megnyitották a shanghai aranytőzsdét a külföldiek előtt is. Tudni, hogy aktívan bátorítják a külföldieket arra, sőt késztetik őket, hogy bizony ott kereskedjenek az arannyal, és yuanban, illetve renminbiben, ami a nemzetközi neve a yuannak, fizessenek érte. Tehát ez egy nagyon érdekes eleme a kínai gazdaságpolitikának, ami nagyon meggondolt és hosszú távon stratégiai tervezésre alapul. Tehát nem kapkodásra, átgondolatlan lépések egymás utáni sorára, hanem nagyon kigondolt, alaposan lépésenként felépített nemzetközi gazdaságpolitika ez, és bizony rivalizálni akarnak az államokkal. Hát és hát ugye Don Juan szédít és hódít, ugye? Szédít és hódít. Ha egy pillanatra visszamegyünk a svájci helyzethez, miért kezdtek el a svájciak aggódni emiatt? Nagyon hirtelen. Hát ha megnézzük például az Európai Unió helyzetét, ugye kitört egy válság 2008-ban. A válság a mai napig tart, hiszen a gazdasági helyzet egyre rosszabb, nemhogy jobb, és ha elolvassuk a különböző elemzéseket, nem itthon, hanem külföldön, akkor látjuk, hogy az elemzők 75%-a azt mondja, hogy kérem, semmi jót nem várhatunk, további pangás következik ránk. Most mit mondott Draghi, az ECB, az Európai Központi Bank elnöke? Azt mondta, minden áron megvédem az eurót, hogy szét ne essen az euróvezet. De a világon minden bajba jutott állam mit csinál 2008 óta? Pénzt pumpál a gazdaságba. És mit csinál, hogy pumpál pénzt a gazdaságba egy központi bank? Úgy, hogy pénzért különböző pénzügyi eszközöket vesz, tehát például kötvényeket, akár a vállalati szférától, akár államkötvényeket. Na most, amikor ez az egész elkezdett kifejlődni, akkor az Európai Központi Bank hatalmas pénzeket pumpált a bankok megmentésére a gazdaságba, nem egészen annyit, mint Amerika az amerikai gazdaságba, de ez mit jelent? Valuta gyengülést jelent. És a svájciak azt vették észre, hogy a svájci fran menekülő valuta lett. Ezért volt aztán az, ami szegény deviza hiteleseink is ezt szenvedik meg többek között, hogy a svájci fran nagyon felértékelődött, hiszen boldog-boldogtalan ebbe akarta tenni a pénzét, mert az euróban nem bíztak, és joggal nem bíztak. És arany meg nem volt elég esetleg. Hát az arany meg, ugye az aranyat kiírták tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok és az IMF,
boszorkány üldözéssel próbálták kírni az aranyat a 70-es, 80-as években a nemzetközi politikai életből. Rábeszéltek központi bankokat arra, hogy az aranytartalékaikat adják el. Most Amerika azért nem adta el, mert a mai napig nála van a legnagyobb aranytartalék, több mint 8 tonna, ez messze magasabb, mint bármely más államé, tehát ő azért nem egészen követte a saját tanácsát, de akkor volt ez például a 90-es évek végén, hogy Anglia eladta, Nagy-Britannia eladta az aranytartaléka 50%-át. Hihetetlenül bukott rajta, mert a legalacsonyabb árfolyamon adt el, és akkor adta el Svájc is körülbelül a felét az aranytartalékának. Ennek ellenére neki ma is van 1045 tonnája, ami elég tisztességes dolog. Most a svájciak most lettek idegesek, mert az egy dolog, hogy a svájci pénz, mint ilyen bizalmi pénz, tulajdonképpen veszti az értékét azért mégis, hiszen nincsen kötött alapja, de az, hogy pénzbőség áramlik az Európai Unióba, és ezáltal a frank felértékelődik, úgy gondolták, hogy ez az ő export teljesítményüket hátrányosan fogja érinteni, hiszen ha a frank nagyon drága, akkor az export nem megy annyira. Tehát mit gondoltak? 2011-ben bevezettek egy plafont, hogy mennyire engedik felértékelődni a svájci frank az európai pénzhez, az euróhoz képest. 1,2 ez a varázsszám. De ahhoz, hogy ezt védeni tudják a felértékelődő nyomás ellen, állandóan európai kötvényeket vásároltak. Tehát ha ma megnézzük a Svájci Nemzeti Bank mérleg főösszegét, akkor azt látjuk, hogy hatalmasan felduzzadt 2008 óta, körülbelül a GDP 80-90%-át éri el, ez a legnagyobb bővülés, amit egy európai központi bank végrehajtott, és az ő devizatartalékainak 46-47%-a euróban denominált kötvényekben, állampapírokban, egyéb adósságot megtestesítő papírokban van. Na most ez idegesíti a svájciakat, mert akik kezdeményezték a népszavazást, azt mondták, hozzákötöttük a frant egy haldokló valutához, és nagyon egészségtelen az euróhoz, és nagyon egészségtelen az, hogy a Nemzeti Bank felpumpálta magát ezekkel a meglehetősen kétes értékű kötvényekkel, és nincsen aranytartalékunk, mert a mai svájci nemzeti tartaléknak mindössze 6%-a van aranyban, és az is külföldön van. Na, ez van mögötte. Ezért indították ezt az egészet. Miért lett volna nagyon lényeges? Azért, mert az euró valóban recsegropog, és ezt onnan lehet látni, hogy a hollandok 122 tonna aranyat repatriáltak most novemberben. Hoztak ezt vissza honnan? Hoztak vissza Amerikából. Szépen csendben. A németek már 2 évvel ezelőtt haza akartak hozni több száz tonnát. Ez nagyon érdekes, ők nem kapták meg Amerikától. Hát, hogy nem, hát az övék. Nem kapták meg, azt mondták, hogy csak 2020-ra tudják visszaadni a saját aranyukat, nagy nemzetközi felzúdulás volt, és most már bizony, ha az ember az aranyportálokat nézi, nagyon sokan kétségbe vonják azt, hogy aki mondjuk Amerikában tartja az aranytartalékát, és a legtöbb ország ott tartja az aranytartalékát. Mert kötelező részét, is, nem? Vissza fogja-e kapni? Tudnék, a németek nem kapták vissza. Hát de a mai napig sem. Az üzleti életben meg lehet azt tenni, hogy elloptam, bocsánat, elloptam. Nem lopták el, hát ez törvényesen van ott, sőt ugye a hidegháború. Megvan az arany, csak nem adják ők vissza. Ők azt mondják, hogy megvan az arany, de nem is nézhették meg. És mint tudjuk, ők mindig igazat mondanak, tehát biztos megvan. Nyilván. Nyilván. A németek kicsit felizgatták magukat ezen, de ez úgy elült ez az egész vita. De várják az aranyukat. Viszont Marine Le Pen Franciaországban felszólította a francia kormányt, hogy repatriálják a francia aranyat, ami külföldön van. Belgium úgy szintén haza akarja vinni az aranyát, és a tegnapi hír volt, hogy Ausztria is haza akarja vinni az aranyát. Állítólag ezen gondolkod. És ez csak az, ami mostanában felröppent. Tehát az európai kormányok haza akarják vinni a fizikai aranyukat. Hát félnek attól, hogy az USA felhasználja, hiszen az egy csőtömeg. Mit az jelent? Ez is benne van, hogy vajon visszakapom-e, de ami még benne van az, hogy mennyire biztonságos az euró. Nagyon érdekes volt a tegnapi, egyik hír volt tegnap, hogy vajon azért akarja hirtelen ez a sok központi bank, aki nem tudta elég gyorsan eladni az aranyát a 70-es, 80-as években, most meg hirtelen haza akarja hozni, ez nem azért van-e, mert ők már tudnak valamit, amit mi nem. És hogyha meggondoljuk azt, hogy Draghi
a központi bank elnöke azt mondta, hogy 1 trillió, tehát 1000 milliárd eurót akar még az eurózónába pumpálni a gazdasági élet elindítása céljából, akkor vajon nincs ez összefüggésben ezzel a hirtelen repatriálási lázzal ez a kijelentés, hiszen ez gyengíteni fogja az eurót. Ugyanakkor Japánban is gyengítik a jent, mert ott is pénzt pumpálnak a gazdaságba, és ugyan a Fed most megállította a pénzpumpát, de a kamatok még mindig nagyon alacsonyan vannak, és bizony az a félelem, hogy valuta háború indul el a különböző országok és kontinensek között, és olyankor nagyon jó, ha van valakinek aranya. Na most akkor nézzük meg, hogy mit csinálnak a fejlődő országok, akiknek szintén elmondták a 70-es, 80-as években, meg most is, hogy nem kell annyi aranyat tartani, mert ennek már nincsen szerepe a pénzügyi életben. Vadul vásárolják az aranyat. Az oroszok, a kínaiak rengeteg aranyat halmoznak fel, és említettem az előbb, hogy valuta politikájuknak egy része, az indiaiak, a kazakok, a törökök, mindenki vásárolja az aranyat. Ez egyébként nagyon fájdalmas is a nyugatnak bizonyos szempontból, tudni, gondoljuk meg, hogy akinek aranytartaléka van, annak pénzügyi függetlensége is van, legalábbis egy bizonyos fokig. Na most akkor mit csinál Magyarország? Mit csinál? Mit tudunk a magyar aranytartalékról? Hát én úgy tudom, hogy eladták, nem? Annak idején. Így van. Surányi György jegybank igazgató volt az, vagy az ő igazgatósága idején. Bank elnöke volt, amikor a 90-es évek legelején rögtön eladta a magyar aranytartalékot, 60-valahány tonnát. Tehát a magyar aranytartalék az ma 3,08 század tonna. 3,08, ugye nagyobb a lakosságunk, mint svájci, és svájci mennyi? 1045 tonna. Romániának több mint 100 tonna aranya van. Több mint 100 tonna. Igen. Igen, Ausztriának 280 tonna, Ukrajnának 20-valamennyi, de hát a képen látni lehet, hogy mennyi aranya van a környező országoknak. Meg annyi van, amennyiből talán karikagyűrűk lehet. A sincs itthon, de három, én úgy tudom, hogy Angliában. Anglia. 3 tonna aranyunk van. Na most, ha meggondoljuk az előbbieket, az arany biztonság mindenkinek. Hiszen, hogyha a nyugati kormányok, az IMF hit volna abban, hogy az aranynak nincsen szerepe, akkor nem tartottak volna meg több ezer tonna aranyat, igaz? És most ezek a kormányok nem hoznák vissza az aranyukat, és a nagy fejlődő országok, mint Oroszország, Kína nem próbálnának felhalmozni aranyat. Most mi azonnal eladtuk, a környező országok, akik ugyanezt a tanácsot kapták, azért ennyire mégsem fogadták meg a jó tanácsokat. Most nagyon tehát nem adták nem magyarán adták el, ők vagy el, legalábbis nem ennyire annyit. Nem. Tehát megint túl teljesítettük, amit a gyarmatosító elvár a rabszolgától. Ön mondta ki, milyen következtetéseket, tanulságokat lehet ebből levonni? Azt, hogy amikor eladatták az aranyat mindenkivel, ez is egy gazdaságfilozófiai divat volt. Ilyen nagyon sok van, és egyébként nagyon beleillett a neoliberális gazdaságfilozófiába, hiszen aranytartalék nélkül szabadon lehet hitelt teremteni, a pénz nincs hozzákötve semmihez. Tehát ez az egész... És értéktelen, fedezetlen pénzt lehet ugye az emberekbe tönködni. Az egész adósságválságnak valahol itt is van a gyökere. Ugye? Tehát ezek divatok. Nem kell minden ilyen divatot azonnal átvenni meggondolás nélkül. Például most nagy divat támogatni a transatlanti kereskedelmi szerződést, ami nem lesz nekünk jó, és majdnem senkinek nem lesz jó, de ez most nagyon divatos, és nagyon nyomják Brüsszelben is, és Amerikában is, természetesen a multinacionális cégek. Tehát ahogy az aranyügy Amerikának ott, ez is jót. Ez is jó, legalábbis a multinacionális vállalatoknak nagyon jó, és mi most mondjuk, hogy ez nagyon jó lesz, ugye? Aztán az Európai Unió a tőke fejezetbe tetette velünk a termőföldet, és elfogadta a földforgalmi törvényt, amivel szabadon átadjuk a termőföldet külföldi kézbe, hiszen bárkinek joga van magyar termőföldet venni. Ez is gazdasági divat, ami nagyon meghatározott külföldi érdekeket szolgál. Az arany is ilyen divat volt, mi azonnal beálltunk a sorba, és most itt állunk arany nélkül, és hiába fog felértékelődni az arany az előbb említett gazdasági problémák és geopolitikai zavarok miatt is, nekünk nem lesz, ami felértékelődjön. Mert mi teljesen az euróhoz kötöttük hozzá a gazdaságunkat, és úgy tudom, hogy a tartalékainkat is. Tehát se aranyunk, se eurónk.
mert ugye nem vagyunk az euróövezetben, de már aranyunk sincs annyira. Mondjuk az, hogy nem vagyunk az euróövezetben, ez engem örömmel tört el, őszintén szólva, azért, mert nem hiszem, hogy ez nekünk jó lenne, sőt, egész biztos, hogy számunkra még nagyobb katasztrófákat jelentett volna, és hát az egész eresztékeiben recseg ropog most. De az, hogy mindig gondolkodás nélkül a legjobb csatlós módjára, a legszolgaiabban kiszolgáljuk az aktuális gazda tanácsait és igényeit, ez valahol elgondolkodtatásra. Hát régen ugye a dollárok Moszkvába gurultak, most az arany Washingtonba gurult, és hát, vagy New Yorkba, ugye, és hát majd nyilván azt csinálja az ország, pontosabban a vezetése, amit diktálnak neki. Remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem. Hát látjuk már most, hogy ilyen kis csipcsup ügyekből micsoda botrán keltettek ugye az amerikaiak. Pedig nem ezzel kellene ám foglalkozni. Tudom, hogy mindenki erről beszél, és ez egy óriási országos ügy, és tényleg méltatlan, ahogy beszélnek velünk, és méltatlan, ahogy viselkednek velünk, Washington is, Brüsszel is, mindenki tulajdonképpen. Nagyon méltatlan, de nem ezek a lényeges kérdések. Ezek tényleg csipcsup ügyek. Ez a lényeges kérdés. Az a lényeges kérdés, hogy mit csinálunk hosszú távon a gazdaságunkkal és az országunkkal, hogy mikor fogunk egyszer végre leülni, és a saját érdekeink, a magyar nemzeti érdek szerint politizálni, gazdaságpolitikát folytatni, és nem a mindenkori uralkodó hatalom aktuális divatjának megfelelő szolgai lépéseket megtenni. Hát igen, és ezért nem tisztelnek bennünket, mert nem is becsülhetnek, hiszen ha szolgamódra lehajtott fővel mindent elfogadott, hát az elmúlt évtizedekben az ország akár keletről, akár nyugatról jött, hát akkor hogy bánhatnának velünk? Hát hogy a rabszolgákkal, a cselédekkel bánnak? Ja, mit mondanak a pszichológusok? Aki nem becsüli önmagát, azt mások sem becsülik. És mi nem becsüljük magunkat. Kiszolgálunk mindenkit, és ezek ilyen nagyon konkrétan megnevezhető, megfogható ballépések, amiknek aztán nemzedékeken keresztül isszuk a levét. És hát most karácsony jön, és új év, és szeretnék nagyon boldog új évet, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánni önnek és a kedves nézőknek, és azt remélem, és azt kívánom ennek a mi gyönyörű országunknak, hogy végre egyszer most már vegyük észre, hogy mi történik velünk, és próbáljunk meg a saját érdekeink szerint élni ezentúl. Hát nagyon köszönöm a nézők nevében is jó kívánságait. Ugyan nem sok az időnk, de bennem itt van a kérdés, hogy látom reményt, hogy ez az ország ki tud kecmeregni ebből a rettenetes helyzetéből, itt az adósságcsapdából, és hát sok igen, egyébben. Remény mindig van. Jó, hát azt hall meg mit mond a Biblia? Tudjuk, hit, igen. Remény, szeretet, ugye? Ha igen. Ez a három megvan, akkor minden megvan. Remény van, csak rajtunk múlik. Hogyan? Rajtunk hogyan? Múlik. Ezt kérdezi minden nézőm, hogyan? Mondjuk már meg, mi az a varázsszer, vagy titok, ami alapján? Saját magunkban van a varázsszer, azt hiszem egy percünk van, ebben nem tudok gazdaságpolitikai programot kifejteni, a varázsszer bennünk magyarokban. Ébredjünk fel, vegyük észre, hogy magyarok vagyunk, fogjunk össze, tartsunk össze, mi azok a magyarok, akik magyarnak érezzük magunknak, és akiknek fontos ez az ország, és nekünk nagyon fontos ez az ország. Vegyük észre a folyamatokat, keressük meg azokat az embereket, akik látják a folyamatokat és megoldást tudnak valóban magyar érdek szerinti megoldást javasolni. Ne húzzunk szét, ne keressük a személyes előnyt mindig, a legapróbbat a magyar jóval szemben, és legyünk büszkék erre az országra, mert csodálatos ország a miénk. És hát csodálatos képességű nép a magyar. Így igaz. Annyi tudóst, koponyát, észt és kezet adott a világnak, és a másik dolog pedig, hogy annyi világbirodalmat legyőztünk, mert utólag legyőztük, mi vagyunk, és egy sor világbirodalom már nincsen. Így van, most saját magunkat kell legyőznünk, a kis hitűségünket, a széthúzásunkat, a megalkuvásunkat, a gyávaságot, azt a gyarmati mentalitást, ami több évszázad gyarmati uralma valahogy a lelkünkbe ültetett, remélem, hogy nem, ezen felül kell emelkedni, fel kell emelni a fejünket büszkén, és büszke magyarként okosan a saját kezünkbe venni az életünket és az országunkat. Andrea, nagyon szépen köszönöm, én köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozunk pénteken, és hazabeszélünk.
Várom önöket viszontlátásra.